olcsóbb most, tehát a repülős utazás... Horvátország és Észak-Olaszország mellett Bulgária és Spanyolország a legkedveltebb úti cél a szombathelyek körében ebben a szezonban. A nyaralók ezutóbbiakba többnyire repülővel utaznak, és amik korábban az apartman volt a sláger, most főként a középkategóriájú szállodákat keresik. Megfigyelhető, hogy a zsúfolt városok helyett a nyugodtabb helyeket választják, az emberek szempontjai tehát megváltoztak. A terrorveszély, illetve a fenyegetettség, akár a strandokra, tengerparti üdülőkre is, aztán a közbiztonságnak a helyzete mindenképpen meghatározza. Ettől függetlenül mondhatjuk azt, hogy jó páran elutaztak Törökországba, Egyiptomba, és sorolhatnám még. A szakemberek minden esetben tájékoztatást adnak a veszélyekről, lefoglalt utat azonban még nem mondtak le emiatt. Népszerűek még a csehországi és ausztriai utazások is, ezeken belül is a hegyvidéki, a kerékpáros és a városnéző programok. Bár a többség internetet használ, van, aki fél a csalóktól és a hagyományos ügyintézésben bízik. Abba vagyok legjobban biztos. Úgyhogy abba bízok benne, nem ugyan, mint egy ízés. Sok ember átrázták, megkapták a papírt, megkapták a pénzt, aztán szépen lesimultak, mire oda mentek, a buszon meg nincsen. Busz, nincs kirándulás. Ezen a héten tették közé azt a szakmai felmérést, miszerint a külföldi nyaralást foglaló magyarok egynegyede még mindig utazási irodán keresztül intézi az ügyeit.